Hogyan zajlanak most a véradások? Erről kérdeztük orvos Anetta Csillát, a Magyar Vöröskereszt karcagi területi szervezet vezetőjét. A szakember elmondta, a jelen helyzetben nem könnyű dolog a véradást szervezni, hiszen a vírusjárvány itt is érezteti hatását. A szervezők külön felhívják a figyelmet, hogy tényleg csak az jöjjön vért adni, aki egészségesnek érzi magát, semmilyen tünetet nem mutat és nem járt olyan helyen, nem érintkezett olyan emberrel, aki nem fertőzött. Nem könnyű dolog a mostani helyzetben véradást szervezni, hiszen ugye a COVID-19 nevű járvány az azért ide is érezteti a hatását, hiszen ugye aki beteg, az ezelőtt is így volt, hogy ugye akkor nem jöhetett el a véradásra, és ugye ezt külön felhívjuk most a figyelmet, hogy tényleg csak az, aki tényleg egészségesnek érzi magát, és semmilyen tünetet nem mutat, és nem járt olyan helyen, nem érintkezett olyan emberrel, aki esetlegesen ebben a vírusban benne volt, hogy tényleg azok jöjjenek a véradásra. Tehát látszik is egyébként, hogy kevesebb létszámmal tudnak jelen lenni, de hál' Istennek, ugye továbbra is folynak ezek a kihelyezett véradások, hiszen a vérellátás szempontjából ugye ezt nem lehet elhagyni, elhanyagolni, hiszen az alapvető műtétekre ugye ezután is ugye sor kerül, meg sort kerítenek, ami életmentő műtét. A korábbi helyszínek helyett újakat kellett mindenhol keresni. Karcagon, a sportcsarnokban oldható ez meg. A helyszínnel kapcsolatosan is ugye nehéz helyzetben vagyunk, hiszen nagyon sok helyre, mert ugye nem lehet véradást szervezni. Erre hál' Istennek van egy ilyen külön ajánlás, hogy ugye kinyithatnak ugye a művelődési házak is erre az alkalomra. Karcagon ugye itt a városi sportcsarnokot kaptuk meg ennek a helyszínének, és remélem, hogy ez így a továbbiakban is fog tudni működni, bár a mostani bejelentett szabályozással kapcsolatosan még várjuk mi is majd a felsőbb tényközléseket, hogy akkor hogyan tovább. A következő víradás április 6-án lenne, 8 és 12 óra között, ha erre is engedélyt kapnak. A szakember hangsúlyozta, hogy ha a víradók felveszik a védőoltást, a felvételt követő 24 óráig semmilyen tünetet nem mutatnak, egészségesek, jól érzik magukat, akkor ugyanúgy jöhetnek a víradásra, mint más alkalommal. Ugye itt esetlegesen lehet arról is most beszélni, hogy a véradók esetlegesen ugye felveszik a védőoltást, és azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy nem kell vele napokat várni, hanem a felvételt követően, hogyha eltelt 24 óra, és semmilyen tünetet nem mutat, tehát egészséges, jól érzi magát, akkor ugyanúgy jöhet a véradásokra. Bernát Zoltán 99. alkalommal adott most vért. Először a katonasságnál adott vért, eltávozásért, de azóta is fontosnak tartja, hogy segítsen másokon. Az első a honvédségnél, a katonasságnál kezdődött, mint nagyon sok embernek. Ott ugye eltávozást kaptunk érte, úgyhogy az is leadta, hogy esetleg azóta nem véradó. De én folytattam azóta is ezt a dolgot. Szeretek segíteni embereken, meg ez egy jó dolog. Tehát én ezt maximálisan pozitív dolognak tartom, meg szoktam a fiataloknak is mondani, hogy jöjjenek, vannak ismeretségi körömbe, de hát elég kevesen vannak már sajnos, akik új beszállók, és ugye kiöregednek a régi motorosok. Hát amikor tudok, mindig jövök, ha lehetőségem van, vagy ha hívnak, de amúgy meg rendszeresen járok, tehát a időt betartom, és akkor jövök, mikor szükség van rám. Családjában is volt már szükség vérre, így ezért ad ő is rendszeresen. Szatmári Mihály is a katonaságnál adott első alkalommal vért, látva nagyszülei példáját, azóta is folyamatosan segít embertársain. Volt, amikor ismerős műtétjéhez irányított véradáson vett részt. A családban is volt, nagymama, aki állandó volt. Nagypapa is egy darabig, de nem, innen jött a segítség. Ha másképp nem, legalább így tudok segíteni a embertársaimon. Szerintem egy ennyi indítatásból van ez. Most volt az 52. véradása.